Gyönyörű őszi idő adott lehetőséget a közösségépítésre Atalán, ahol szeptember második hétvégéjén zajlott a falunap. Az önkormányzat dolgozói igyekeztek az esemény programjait úgy összeállítani, hogy ez minden korosztálynak szórakozással szolgáljon, mondta el Orosváriné Boc Tünde, polgármester. Az atalai falunapot immár sokadjára megrendezzük. Gyakorlatilag a délelőtt folyamán 5 csapat kezdett el főzni a település lakóinak, és hát versenyszerűen is, hiszen versenyt hirdettünk közöttük. A vadászok jöttek egy fantasztikus vadpörkölttel, halászok érkeztek halászlével, az önkormányzat is kivette a részét, hiszen pörkölttel és töltött káposztával várják az ide látogatókat, illetve volt, aki birkapörköltet készített, úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé színes az étlap a mai napra. A gyerekeknek délelőtt folyamán kedveskedtünk egy kis színpadi gyerekműsorral, amit nagyon-nagyon élveztek, sokan kijöttek rá, és sok volt az érdeklődő. Hát a délután folyamán pedig itt 2 órakor polgármesteri köszöntő, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag nagyon-nagyon sok fellépőnk fog érkezni. A helyi óvodás csoport fog föllépni, aztán a helyi pávakör is. Mindenképpen fő szempont az, hogy minél szélesebb réteget tudjunk megszólítani és ide vonzani a falunapra. Ezért is vannak ugye a gyerekműsorok, és aztán utána a felnőtteknek való programok. Nagyon örülünk egyébként, hogy meg tudtuk szervezni ezt a mai falunapot, hiszen a tavalyi évben nem sikerült a pandémia miatt. Gyakorlatilag az utolsó héten kellett akkor lemondanunk mindent. De most azt gondolom, hogy mindenki felszabadultan és jókedvűen vesz részt ezen az eseményen. Azért, hogy a faluból elszármazottak mindig tudják, hogy mikor van olyan rendezvény szülőfalujukban, ahol találkozhatnak a település apraja nagyjával, így az önkormányzat által szervezett falunap mindig fix időpontban, szeptember 2. szombatján zajlik Atalában, hangsúlyozta Königné Nagy Magdolna, alpolgármester. Azért van a szeptember 2. szombatja belőve, hogy így akkor már előre tudják tervezni, hogy ez biztos, hogy Atalán falunap lesz, és akkor semmilyen programot nem csinálnak, és akkor hazajönnek. Tehát akik Németországba vagy Ausztriába, bárhova elmennek, tudják, hogy ez a nap hazavárja őket, és ők itt vannak. A falunapon tiszteletét tette a testvértelepülés küldöttsége is. Atala és Szatmárcseke testvértelepülési kapcsolata a Nagy-Tiszai árvíz kapcsán nyújtott segítségnyújtásukkal indult még 2000-ben, mondta el az alpolgármester. 20 éves, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Az a baj, hogy évente csak egy-egy alkalommal tudunk találkozni, de minket ez is teljesen feltölt. Minket visszavárnak mindig a szilvalekvár főzésre, ami általában augusztus 20-án történik. Mi is voltunk, nagyon nagy szabású rendezvény. Ők pedig itt a szatmári ízekkel kedveskednek, és ők azt hozzák számunkra, ami különleges nekünk itt a Dél-Dunántúli részen, hiszen mi másképp készítjük ezeket az ételeket. A falunap főzőversenyén készülő ételek bírálására Trapp Attila séfet kérték fel, aki felhívta a figyelmet a só megfelelő használatának fontosságára is. Az ételeket azt különböző szempontokból nézzük. Elsősorban a látvány, milyen csapat, milyen összeállítás, és nyilvánvaló, hogy az ízekre nagy hangsúlyt fektetünk. Hát itt van külön a versenyen 4-5 csapat indult, vannak vadak, csülkös, vegyes pörkölt, sertésből, és van egy nagyon finom halászlé. A sózásra azzal nagyon oda kell figyelni, mert én úgy gondolom a tapasztalataim alapján, hogy először ugye nagyjából, így mondom, hogy nagyjából beízesítjük az ételeket, megfőzik, készre főzik, és azt mondják, jó, nem. Amikor ilyen háromnegyedes állalokban van, akár a hús, vagy akármilyen főzésről beszélünk, és ételről, a végén még oda kell kóstolni, és a végén mindenből só, bors, ha ki használ vegetát, vagy szerecsendiót, bármit, egy nagyon szép picit meg kell spékelni vele, és akkor ki fogja a végén adni az intenzív ízeket, mert akkor nem vesznek el a végén. Van, aki a hagyományos fatüzeléssel dolgozik, és van, aki pedig őrlánggal, ugye gázzal. Hát itt az a különbség, én így tapasztalat alapján, hogy az ízben, aki a hagyományos fával tüzel, megy, száll a pernye, a parázs, másabb ízt ad, egy füstösebb, intenzívebb ízt ad, ott nagyon van különbség. Aki gázzal, ugye ott nyilván nincsenek ezek a dolgok, azt ízesíteni kell jobban. Én a hagyományos mellett voksolok mindig, hisz az abban benn van minden, aminek kell lenni. Akár egy kis pernyének is, de attól viszont nagyon finom íze van. A szatmárcsekeiek különleges ízekkel érkeztek testvértelepülésükre, de számukra is vannak olyan ételek, amiért szívesen visszatérnek évről évre Atalára. Legelőször, amikor eljöttünk ezelőtt 10-valahány évvel, ettem először itt kapros töltött káposztát. Azt tudtam, miről van szó, de az olyan finom, esküszöm, hogy
olyat még nem ettem, mint itt egy kapros töltött káposztából, legfinomban az itt van. Miután kellőképp elfáradtak a bográcsok mellett töltött délelőtt folyamán, délután a színpadi programok sora várta az Atalai falunapon résztvevőket. A polgármesteri köszöntő után a Szárszó Néptánc Együttes műsora kezdte a kulturális programok sorát. A ruháinkat igyekszünk a hagyományokhoz híven megvaratni, és így előadni a táncokat. A talán a kellemes hangulatú falunapot, ami a gasztronómia és a hagyományápolás egyében zajlott, egy retro diszkóval zárták.